ázsiai érdeklődők, a japán virsli is bekerül a gyulahús repertoárjába. Békés megye horgászvizei. Újabb filmalkotás mutatja be régiunk természetvilágát. Magyar színek az ifjúsági világbajnokságon. Két békés megyei versenyző is ott lesz. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Horváth Szabolcs vagyok. Átvett egy kanyarúgyanús beteget a Békés megyei központi kórház Gyulai Tagkórházának fertőző osztálya Csongrád megyéből. Tájékoztatott az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Hivatal pénteken. Hangsúlyozták, laboratóriumi vizsgálattal megerősített kanyarós beteg nincs Békés megyében. A megye egészségügyi intézményeiben jelenleg mérik fel azt, hogy a dolgozók mennyire védettek a fertőzéssel szemben. Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ főigazgató főorvosa, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, 52-re emelkedett a kanyarúgyanús esetek száma az országban. 15 esetben igazolták is a betegséget. A gyanús esetek közül 3-at kizártak, 34 esetben pedig a laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak. A héten igazolt két új eset a makói kórházban kialakult járványhoz tartozik, tette hozzá, kiemelve, továbbra sincs országos járványveszély. Utolsó állomásához érkezett a Vállalkozz Digitálisan program megyei tájékoztató kampánysorozata. Csütörtökön Szeghalmon várták az érdeklődőket, akik a már megnyílt pályázati lehetőségekről is hasznos információkat szerezhettek. Ma már megkerülhetetlen tényező a gazdasági szereplők életében az informatikai fejlettség. Ezt a tényt ismerték fel az információs napra érkezett vállalkozók. A verseny akár még az olyan hagyományos szakma esetében is jelen van, mint az asztalos. Számítógépes 3D tervezés az, ami most a bútorgyártás vagy az asztalos iparba az most előnyt jelenthet másokkal szemben, úgyhogy én így szeretnék majd szoftverekre pályázni. Az egyes munkafolyamatok digitalizálása mellett a teljes vállalatirányításra is fejlett szoftverek állnak rendelkezésre. A szakemberek szerint ezeknek a rendszereknek az alkalmazása a kisvállalkozásoknak is célja kell, hogy legyen. Sokan azt gondolják, hogy ezek csak a nagyvállalatoknak való, hiszen nem gondolják, hogy ők is megengedhetik maguknak. Elsősorban a félnek az újtól, hiszen egy új rendszer bevezetése gyökeresen forgatja fel a tevékenységi körüket, félnek attól az időszaktól, míg a munkatársak betanulnak az új rendszerek alkalmazásába. Viszont nem látják azt a helyzetet, hogy ezen rendszerek alkalmazása integráltságuk révén nagy mértékben megkönnyítik munkájukat, versenyképességüket növelik. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban március 8-ától már beadható az a pályázat, amin vállalatirányítási rendszerek bevezetésére nyerhető támogatás. A cégek a szükséges hardware és szoftver beszerzésére egyaránt szerezhetnek így forrást. A pályázat követelményei alapján már egy kétfős cég egy durván 10 milliós nettó árbevétel felett már el tud indulni a pályázaton, így aztán olyan lehetőségeket tud elérni, ami korábban csak a nagy, több tíz vagy több száz fős cégek számára volt lehetőség. Az összesített pályázaton a beruházás 40%-ára igényelhető támogatás, 50%-ára pedig hitel kérhető. Így 10% önerő megléte esetén 3-tól 60 millió forintig terjedő digitális fejlesztést valósíthatnak meg a vállalkozók. Azok a cégek, akik a Modern Vállalkozások programban megszerezték a digitálisan felkészült vállalkozás minősítést, ezeken a pályázatokon előnyt élveznek, pluszmódokat kapnak, vagy 5%-kal nagyobb arányú támogatást igényelhetnek a kiíráshoz képest. Idén is részt vett a Gyulahús a tokiói Foodex élelmiszeripari kiállításon, ahol sikerrel mutatta be termékeit az ázsiai érdeklődőknek. A japán piac meghódítása a cég számára azért is fontos, mert innen kiindulva az egész távol-keleti régió elérhetővé válhat. A cég folyamatosan teszteli a piacot, hogy megtalálja azt a terméket, amely az ázsiai fogyasztók ízlésének a legjobban megfelel. A japánok az édesebb ízesítésű termékeket keresték, így a legnagyobb sikere a fűszerpaprika nélküli szaláminak volt. A gyulahús azonban nem áll meg itt. Tovább keresik azokat a termékeket, amelyekkel be tudnak törni az ázsiai piacra. Közös termékfejlesztésbe kezdtünk egy japán kereskedővel, nevezetesen egy japán piacra szánt virslit fejlesztünk, ami még nincs teljes egészében kész, de jó irányba haladunk. Kint a kiállításon ez a
képviselő és ez a kereskedő társaság is megkóstolta, illetve megnézte a termékeinket, és megerősítettek bennünket abban, hogy jó irányba haladunk. A cégvezető hozzátette, a következő lépés az, hogy különböző variációkat készítenek a termékekből, és várják a japán partner visszajelzéseit. A város mint tulajdonos részéről Kónya István alpolgármester is a jövő terveit és feladatait hangsúlyozta. A termelést növelni, a kétegyházi úton újra felépíteni azt a töltelékárú részleget, bővíteni, ami már volumenében is azt akarja, hogy megfelelő mennyiséget tudunk akár távol-keletre, ugyanolyan jó minőségben, és hogy a csillagzatok is úgy állnak, és Magyarországon a sertéstartás előbb-utóbb beindul, akkor a hosszú távú célunk természetesen az, hogy így Gyulán egy vágóhíd létesüljön. A beszámoló után a megjelentek a megemlékezés koszorújával tisztelegtek Gyula város húsiparának ikonikus alakja előtt. Még idén csökkentenék a halálfáját, ezzel is elősegítve, hogy a hazai halfogyasztás növekedjen. A magyarok kevés halat fogyasztanak, kevesebb, mint harmadát az európai átlagnak. A forgalmi adó csökkentésétől azt várják, hogy a hazai halfogyasztás a jelenlegi 5 kilóról a duplájára nő néhány év alatt. Egy békéscsabai üzletben épp halat vásárolnak az ebédhez, de sajnos nem ez a jellemző. A magyarok szinte csak karácsonykor fogyasztanak halat. Az európai halfogyasztás közel 20 kiló, míg itthon jóha ennek a negyedét esszük meg egy évben. Ezen változtatnának a szakemberek. A Földművelésügyi Minisztérium vezetője a Tiszatónál beszélt erről a Helyi Sporthorgász Kft. Évértékelő rendezvényén. Van egy marketing is, hiszen a halhús az egy egészséges termék, és szeretnénk folytatni ezt a munkát, hogy a halhús áfája is kedvezményes körbe kerüljön, illetve a telepített hal áfáját is kedvezményes kategóriába kellene beállítani, azért, hogy a halgazdálkodók helyzete javuljon, hiszen ők az áfát nem tudják visszaigényelni, és ezáltal is olcsóbb legyen a hal termékek, amelyekre komoly kereset van a belső és a külső piacokon egyaránt. A halárusok szerint a tervezett jó irány hozzájárulhat ahhoz, hogy ebből az egészséges húsféléből a magyarok többet fogyasszanak. Hogyha még növekednek is az árak, akár a kukorica tekintetében, bérek tekintetében, üzemanyag tekintetében, ugye mert ez mind befolyásolja a fogyasztói árat, abban az esetben is egy 10%-ot valószínűségnek tartom, hogy 10%-ot jelentene ez a vendégek pénztárcájába, tehát egy kiló hal esetében, tehát ez akár lehet 150-200 forint, ami azt jelenti, hogy akár a csirkemell filével is egy árba kerülhetne a halfilének kilója. De a halfogyasztás növekedését nem csak az áfa csökkentéstől remélik. Március 20-át a halak napjává nyilvánították, és a minisztérium már dolgozik a minőségi magyar hal tanúsító védjegy bevezetésén. A tervek szerint karácsonyra már a boltokba kerülhetnek az első védjegyes termékek. A sajtó szerepe nem változott az elmúlt évszázadban, a felelősség is megmaradt még, akkor is, ha munka körülményei változnak, mondta Szarvas Péter. Békés Csaba polgármester a sajtó szabadság napja alkalmából közölte észrevételeit és elvárásait a különböző médiumok képviselőivel. A városvezető hozzátette, az internet széles körű elterjedésével felgyorsult a tájékoztatás is, ami versenyfutást idézett elő a hírekért és az olvasókért, nézőkért, hallgatókért. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a városvezetés érdeke is, hogy lépést tudjon tartani a hírek terjedésével. Eredményes és mozgalmas évet tudhat maga mögött a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, és a tervek szerint hasonló lesz az idei évük is, tájékoztatta az egyesület tagjait dr. Jároli József elnök. Éves közgyűlést rendezett csütörtökön az egyesület a Békés Csabai Városháza dísztermében. Az elnökség beszámolt a tagságnak a 2016-os év legfontosabb eseményeiről. Tavaly jelent meg a város épített környezetének helytörténeti adatbázisa egy sorozat második kiadványaként. Azokat az emléktáblákat vettük számba, amelyet 2005 és 2015 között állított a Városvédő és Városszépítő Egyesület. Így most már minden olyan emléktábla, ami a mi kezdeményezésünkre került, a nevezetesebb épületek falára, arról írásos
megemlékezést, írásos feldolgozást is találnak az olvasók. Az Egyesület emellett a város katonasírjait is kutatta, és minden fontosabb városi eseménybe bekapcsolódott, tájékoztatott az elnök évértékelőjében. A közgyűlésen megvitatták az idei programtervüket is. A békéscsabai származású Kvasz Andrásra is emlékeznek majd, aki a magyar repüléstan úttörője volt, valamint kortársára is. Bukowski János, aki a evangélikus gimnáziumnak volt igazgatója 16 éven keresztül, szintén a századfordulón, és ő volt az a személyiség, aki főgimnáziummá teremtette meg az intézményt. 2017-ben a reformáció 500 rendezvényeibe is bekapcsolódik a szervezet, ahogy a városismereti vetélkedőt is megrendezi majd. Újabb filmalkotás mutatja be a régiónk természetvilágát Békés megye Horgász vizei címmel. Az ismeretterjesztő film a Kikiriki talán szerda van és a Hunor Magor nyomában című alkotások folytatása. A film célja a megye természeti szépségeinek, vizeinek és halfogási lehetőségeinek megismertetése. Látványos, másfél órás ismeretterjesztő film készült Békés megye Horgász vizeiről, szépségeiről és halfogási lehetőségeiről. Az alkotás rendezője, operatőre Major Gyula a forgatásról elmondta, a horgászok együttműködőek voltak, sokszor kérés nélkül vettek részt a közös munkában. Együtt osztoztak a forgatás nehézségeiben, szépségeiben a 3,5 éves forgatás alatt. Ez egy természetfilm, egy ismeretterjesztő természetfilm, egy természetdokumentumfilm, tehát ezt nem lehet elkapkodni. Úgyhogy vártuk az évszakokat, vártuk a szép időt, vártuk a befagyott köröst, hogy olyan téli felvételek is legyenek, amelyeket szerettünk volna. És hát mindenféle érdekes időjárásban forgattunk. Volt hideg hó, fagy, volt nyár, elestünk a kamerával a sárban, úgyhogy... De mind a mellett egy élmény volt. Az ötlet a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségétől jött, akik szerették volna bemutatni régiónk vizeit és a horgászok életét. Hát a forgatás ötlete elvileg egy régi gondolatunk volt, de a Kikiriki című film adta meg a végső lökést, hogy talán be kéne mutatni a körösök vízrendszerét is. Innen indult az ötlet. A kivitelezést úgy gondoltuk, hogy egy év alatt megcsináljuk, de azért a horgászatati bonyolultatás jó 2 évig eltartott, amíg összesikerült magdosni a különböző filmrészleteket, de megtörtént, és most már kész vagyunk vele. Az Egyesületnél már azon gondolkodnak, hogy miként lehetne folytatni. Szeretnék ugyanis bemutatni az Egyesület kezelésébe került újabb vizeket, és azok egyedi, eddig nem látott szépségeit. Két Békés megyei versenyző képviseli a magyar színeket a tájföldi ifjúsági súlyemelő világbajnokságon. A békési Balogh János mellett a békéscsabai Mityko Veronika harcolta ki a szereplés jogát az áprilisi világversenyen. A fiatal versenyző ezen a héten még a megszokott helyszínen Békéscsabán készült, de jövő héttől már a tatai edzőtáborban folytatja a munkát. A 16 éves súlyemelő a szombathelyi Szavária kupán remekelt. 4 országos csúcsot ért el, ezzel teljesítette a tavaly kitűzött célt, és ott lesz a világbajnokságon. Az ő súlycsoportjába, ami még mindig nem teljesen biztos, mert 2 súlycsoport között gondolkodunk, a 69 kiló és a 75 kiló között, határon van, a 2 súlycsoport között van, tehát tudunk taktikázni, vagyis hát a szövetségi kapitány majd tud taktikázni, hogy melyik súlycsoportba indíts el. Mind a 2 súlycsoportban azért egy 30 és 40 közötti létszám lesz. Én azért úgy gondolom, hogy a 4 évvel ezelőtti kvalifikációs világbajnokság eredményei alapján ő neki a 16 közébe kéne kerülni. A tájföldi versenyen már a 2018-as ifjúsági olimpiai részvételért küzdenek a súlyemelők, így értékes lehet, ha a csabaiak tehetsége a mezőny első felében végez. Mityko Veronika tavaly az Európa-bajnokságon a 9. helyet szerezte meg, most pedig újabb rekordokért utazik a viadalra. Nagyon izgulok már most így előre. Hát nagyon hosszú út lesz, ugye ki Bangkokig ez a út. Hát szakítani szeretnék legalább egy 80 körül, az is új országos csúcs lenne, meglökni szeretnék 90 felett, ezt így mindenképp meg akarom csinálni.
Az ifjúsági világbajnokságot április 3-a és 10-e között rendezik Tájföldön. Részveretes énekeskönyvekből nyílt kiállítás kedden a Munkácsi Emlékházban. A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére rendezett tárlaton Mester Gábor magángyűjteményéből láthatunk régi csatos evangélikus énekeskönyveket egyedi díszítésű részverettel. A kiállított énekeskönyvek túlnyomó része az 1800-as évek második feléből származik, a legrégebbi kötet 1783-as kiadású. Ezekre az énekes könyvekre, vagy közismertebb néven Tranosciuszok borítójára készítették el a vándormesterek, vagy úgynevezett drótostótok a részveretet. Tulajdonképpen óvták, védelmezték őket, mert egyszerű emberek használták, sokat használták, és a papír kopott, pénzük nem volt sokszor megvásárolni, és ezért védték. Mindegyik részveret egyedi mintázatú, készítésének évszáma mellett tulajdonosának neve is olvasható rajta. Az egyházi énekeket tartalmazó könyvekben azonban kottát nem, csak a dalok szövegét olvashatjuk szlovák nyelven. Hát egyikben sincs kotta, végignéztük ezt a 77-et, mert hogy ezek csak szövegeket tartalmaznak, hiszen az egyházi énekek olyan egyszerű dallamokra íródtak, hogy mindenki meg tudja tanulni, és mindenki közösen tudjon énekelni belőlük. Nyíregyházán és Békéscsabán kívül nemigen terjedt el a Tranosciusz használata, ezért Szente Béla, a Békéscsabai Települési Értéktár elnöke szorgalmazta az énekes könyvek értéktárba való felvételét, melynek javaslatát az emlékház munkatársai már elkészítették. Az első dolgunk csütörtök reggel az lesz, hogy továbbítjuk az értéktár felé, és a következő értéktári ülésen természetesen napirendre fog kerülni. Az énekes és imakönyvek mellett néhány bibliát, valamint funebrát is láthatunk. Ez utóbbi a temetési énekeket tartalmazza. A tárlat a Munkácsi Emlékház termeiben április 20-áig látogatható. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behír.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!